Sziasztok! Amikor valamilyen méh megzavar téged munka, szórakozás vagy evés közben, kétszer is gondold meg, hogy lecsapod-e. Ahogy Einstein mondta, ha kipusztulnak a méhek, azt az emberiség legfeljebb 4 évvel éli túl. Csekkoljuk miért! Ez a Mi lenne a következő része, és nézzük meg, mi történne, ha a méhek kipusztulnának. Nélkülözhetetlen a beporzás ahhoz, hogy megteremjen bármiféle növény. Jobb, ha tudod, hogy a méhek a termés 70%-át porozzák be, és ezzel a bolygó 90%-át etetik. Röviden és tömören a tányérodra kerülő élelmiszerek egyharmadának létrehozásában játszanak kiemelkedő szerepet. Ha az utolsó méh is elpusztulna mai napon, 3 hónapon belül a terméshozam jelentősen megcsappanna. Az élelmiszerboltok elveszítenék a termékeinek nagyjából felét. A legtöbb gyümölcs és zöldség a méhek általi beporzásra támaszkodik, és nem csak a növények lennének pusztulóban. A marhahús, a tej és a sajt mennyisége is lecsökkenne. A tehenek lucernát fogyasztanak, a lucerna pedig a méhek által kerül beporzásra. Egy magyar ember egy évben átlagosan 60 kg hús fogyaszt el. Ebből az következik, hogy az egész táplálékláncra óriási hatással lenne. Érzed már ennek az egésznek a súlyát? 6 hónapon belül a legtöbb gazdaságnak át kellene állni a búza és kukorica mezőkre. Ezek a szél által beporzott növények, amelyek a méhek segítsége nélkül képesek életben maradni. De vajon meddig lennél képes csak kenyéren, rizsen vagy éppen zappályhen élni? Az étrendünk gyökeresen megváltozna. Ízetlenné, kevésbé változatossá, alig táplálóvá alakulna. Így leginkább emésztő szervrendszerét, de más szervrendszereket érintő betegségek is tömegesen kialakulnának, a mostaninál is nagyobb mértékben az alultápláltságnak köszönhetően. Az egyoldalú táplálkozás miatt ételallergiások tömkelege válogatna a boltok polcainál. Ezzel együtt az egészségügyi költségek is az egekbe szöknének. A méhek hozzávetőlegesen 200 milliárd dollár termelnek a mezőgazdaságnak globálisan. Az élelmiszer és gyógyszerárak hamar az egekbe szöknének, és a gazdaságunk szépen lassan összeomlana. Tüntetések, lázadások, háborúk alakulnának ki. És ha már részt vettél egy tüntetésen, és elszakadt a ruhád, kezdhetsz aggódni, hogy hogyan fogod pótolni. Az USA a legnagyobb pamut exportőr a világon. Ez az iparág 25 millió dollárt hoz egy év alatt nekik, és 200 ezer munkavállalót foglalkoztat, szóval ez is menne a levesbe. De alapjáraton világszerte 1,4 milliárd ember dolgozik a mezőgazdaságban. Na de mi a helyzet a repcével és a belőle készült olajjal? Nem csak a főzéshez lehet használni, hanem értékes bioüzemanyag is egyben, ám de a repcét is a méhek porozzák be. Sakmat! A világnak több szénre és fosszilis üzemanyagra kellene támaszkodnia, tovább növelve a már így is túlzásba vitt széndioxid kibocsátást. Nélkülük a legtöbb növény képtelen lenne felcseperedni vagy reprodukálódni. Óriási területek sivatagosodnának el, továbbá a földcsuszamlások egész falvakat pusztítanának el, valamint intenzív aszályok éheztetnék a megmaradt túlélőket. Megfordulhat a fejünkben, mi lenne, ha a tudósok kifejlesztenének robotméheket, vagy beporzásért felelős drónokat. Ezek az eljárások már tesztelés alatt vannak, de rendkívül költségesek. To be or not to be? Ez itt a kérdés. Neked mi a véleményed erről? Ha tetszett a videó és nem akarsz lemaradni a többiről, iratkozz fel a csatornára, valamint ha vannak ehhez hasonló kérdéseid, írd le a komment szekcióba, vagy e-mailbe.